a vetítés! Jó, meg! Érkezett Kóstelekről Vassi Levente. A Gyimesi Csángó fiatalember maga is tele van bölcsességekkel. Kicsi bölcsesség, nagy bölcsesség, kerek bölcsesség és nagyon-nagyon sok vicces bölcsesség. Ettől ennyire fogyasztható, szerethető ez az apró Kósteleki tanárbácsi, akivel a múlt szombati fergeteges hangulatú középdöntő után forgattunk. Azóta tudom például, hogyha jön a medve, akkor running, running, running. De felszállott a pavó. She keeps on running, running, running. Vassi Levente, szeretsz mondani? Szia. Te is valami versenyben benne vagy, ugye? Igen, hát most a képviselem Magyarországot az Eurovízió. Mondottam. Gyimes felé járok én, egy-két hajsz. Gyimes felé járok én. Hova? Honnan jössz? Nagy Magyarország, régen. Most kicsike. Erdély sorkából jövök ott. Ilyen határ eset vagyunk még. Ez a Szent István Bazilika? Ott valahol Budapest közepén. Finom papulárcá frékótak azok, akiknek integettem. Kóstelekre is kéne pár ilyen jó menyecska, jó szekállá. De az is, hogy meghalmozd, hogy ne. A babámat igazán szeretem én. Ez valamikor éjjel 12-1 óra körül lejárt. Ez van vége volt mindenek? Lejárt az egész, akkor még menjék ki oda. Én azt szoktam, hogy úgy annyira nem élem belé magamot a fellépésbe. Az énekbe igen. Meg ez szólt volt a zsűri, hogy ne énekelk olyan hangosan, mert ott van a mikrofon. És akkor én mondtam, hogy én nem itt tanultam meg énekelni a mikrofonnal, hanem otthon a szabadban. Mikor idegen földre mész, arra kérlek vissza ne néz. Szívednek ne legyen nehéz, hogy te idegen földre mész. Gyere ki Oroszországba, megtalálsz egy lagerházba. Gyere ki Oroszországba, megtalálsz egy lagerházba. Ez a vonat megy kifelé, megy ki Oroszország felé. Viszi-viszi szegényeket, szegény csangó legényeket. Viszi-viszi szegényeket, mind a szél a leveleket. Menjetek a keresztfámhoz, üdvösség te koltárához. Soha el ne felejtsétek, hogy hota megérettetek. Soha el ne felejtsétek, hogy hota meg érettetek. Amen. Ilyen ihletet átélt csodálatos előadásban csak nagyon ritkán hallja az ember. Mi szerencsések vagyunk, hogy Vassi Levente, aki, hát kimerem mondani, a páva legkarizmatikusabb személyiségeit, ezt elhozta nekünk nagy szombaton este. Levente, benned összeér a föld az éggel, és nagyon örülünk, hogy általad magyar kultúrával foglalkozhatunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, pontozzunk. Gyurászki Zoltán, 10 pont. Sebestyén Márta, 10 pont.
Sebő Ferenc, 10 pont, Agós Gergely, 9 pont és Diószegi László, 10 pont. És akkor következik az, amire mindenki várt, ki volt a néző kedvence 2014-ben. Ki kapja az MTV a 2 millió forintos közönségdíját? Hölgyeim és uraim, a Fölszállott a páva második évadának kedvence nem más, mint Vaszi Levente! Hogy örvendeztek, hogy feldíszítették, hogy valami írtak út, és még... Igen, Isten hozott, igen. De hogy amikor megérkezett, akkor osztam. Jó, tényleg minden lakadalomnál a kapu esett. Igen. A Gyula Péteré a gyár, meg Petruc, magyar zászló volt szemben vele, mondom, az. Az, ami nem mindenit. De hogy megváltozott? Nagy magyar ellen is kerestem. Hát igen, és meglepődtem, hogy jár meg magyar zászló, jöjj szembe velem. Az otthoniak hogy örülnek? Én, de otthon. Aztán meg kéne spartatni. Kommunizmus, műtan, meg volt a forradalom. Fia kivitte ott Magyarországon. Elment a fia vásárolni, és az öreget ott hagyta a tévé mellett, ott néz a tévét, érted? És ekközben itt is ment a dallas, oda ki is ment a dallas, érted? Az öreg hazajött, azt mondja, kicsi fiam, mikor meghallottam, hogy Bobby magyarul megszólalt, azt mondtam, Isten sincs az égen. Köszönöm.
mondtam a hétvégén, hogy oldjuk meg a... ez a versenyre. Én is kell ráménynek. Tudod, a kocsit azt viszem át. Pedig én is az akartam hívni, mert menjünk haza a harmon. Hívtak ezek a... Tudod, akik jönnek a nyáron, mondtam őt neked. Na, csak... Ezek a Juditték, nem? Valamikor... Fel van írva valahol. Valamikor júniusban jönnek. Őket fel kell hívjam, mert... Nem találnak állna. Na, én meg valahogy megpróbálom felhívni valahogy kalássák járt telefonnak. Halló? Halló? Igen? Vaszi Levente vagyok, Kóstelekről. Igen. Igen, hívom a... Igen, a... Hány... Akkor 30-et úgy marad? Igen. Márek-e? No. Úgy van, hogy buszval jönnek, ugye? Jó van. De nem ilyen csuklós busz, már az nem tud itt feljönni az. Jó. Úgy van, hogy Szeredából, attól gondolom, ott Gyimesig, gondolom tudják, hogy... Igen. Így van. Igen. Felsőlök, így van. Közeplok, és aztán elhagyják a határt. Bükköt, és ott jönnek lefelé, jönnek ilyen román falvak, ott Palanka, Brusturasa, Ágos, és Ágos után írja, hogy... Beleget. Bele, G-H-E-T. Lesz jobbról egy nagy ortodox templom, egy dombon. Na, utána le kell térni jobbra. Nem írja, nem írja magyarul. Románul írja, hogy Cósnya. Így, igen. Cósnya, tehát Kósnya románul. Na, és ott fel kell jönni, és addig jön az ember, amíg elfogy, az aszfalt az elfogy. Utána kell tartani a patakot kell követni fel, ott fel, egészen felfelé. Nem kell térni semmára, lesznek aztán itt patakok jobbról, balról, de nem kell letérni sehol. Hogy addig kell jönni, amíg az ember azt hiszi, hogy átévecs, aztán még jöjj egy kicsit, ott vannak. Tehát bérnek a faluba, és akkor érdeklődjék meg, hogy a magyar ház, hát itt az itteniek nem úgy tudják, hogy magyar ház, hanem csűr. Mondtam magiknak, hogy van egy ilyen csűr itt Kósteleken, igen. Itt nálunk még hol van, de mire idejének, arra megződül minden. Így van. Jó, rendben. Akkor várjuk szeretetvás, pálinkával. Jó van, meg lesz. Na, Isten áldja, minden jót, várjuk. Minden jót.
egyen meg arra, súly ezt a világot. S rosszabbul mely sorsom, mind a kutyának. Már a kutya lefekszik a szalmába, helyén meg pedig járom a nagy világot. Valamint az olasz. Zsarekulisz. Nagyszerű. Csangó torta. Hát elmentünk itt erre egy kicsit. A cseresznye hiányzik. Hú, a kis kosárta. Az olyan élelmes. Köszönöm. Jó fájós te. Mi kóstel. Köszönöm. Áthallod bevented a kósteleket, maga a csoda. Nyilván, de nem ott tartok fel. Hát, megmondom őszintén. Úgy ártatom, mint a szamarra kötve, ugye? Úgy. Mi egy összeszokott társaság vagyunk, megmondom őszintén, de tegnap este éreztem először azt ide útközben a 18 kilométeren, hogy egy olyan rejtett indulat van a társaságban az út miatt és a bizonytalanság miatt, hogy ideérünk, jó helyen vagyunk, ugye nincs internet, nincs mobil, hol találjuk meg a Leventét, mert hosszúak a faluk, nem tudjuk, hogy melyik ház, hát szóval volt bennem bőven aggodalom, de hála Istennek itt vagyunk, úgyhogy örülünk. Hál' Istennek. Egészségetek. Hát nem mindenki találod ide. Ugye, Judi? De most már viszont egy ajánlunk. Nem, mi is nagyon élveztük ezt a szénabeszedést. Dolgoztunk el egész nap, de jó volt, ez egy élmény volt. Kellemes illat, kellemes környezet, csak hát... Mert most már tudjuk, hogy kell megforgatni, hogy megszáradjon, hogy kell. A kaszalt itt nyugdíjban nem lehet tenni. Itt nem éri meg a nyugdíjkor a takaszok. Tényleg, itt olyan nincsen, hogy szerintem nem is lesz. De itt miről szól az már élete? Az, hogy olyan laposi területeken kitalálták a kaszálógépet, az jó. Na most eljövök ide, és gyakorlatilag úgy érzem, hogy a világ végén vagyok. Tényleg, tehát itt... De jó értelemben. Jó értelemben, persze, nincs az ebben. Csak egy olyan érdekes dolog, hogy most a Budapestet nagyjából világvárosnak veszem, akkor nem tudlak ide behelyezni igazándiból ebbe a közegbe, hogy miért vagy te itt, vagy hogy érzed te itt jól magad, vagy mitől jó itt neked. Nem fordult meg a fejedbe, hogy tovább lépj esetleg, vagy elköltözzetek innen, mondjuk Budapestre, vagy... Nem? Nem. De biztos kaptál. A nyáron biztos nem, mert mondtam, amíg a széna nincs meg, addig a határtát nem lépjük. Még a régi magyar határt sem. Itt ide lenne. És ez így is marad? Tehát itt ez szinte egy bevésett törvény? Hogy... Én itt szeretnék maradni. Isten őrölsz valami ugyanattól, ami kikárgatná innen, de... Medve esetleg, de itt kimegyek, túl jövök vissza. Hát, nem tudom, tehát érdekes ez. Én itt szeretném a gyermekeimet is felnevelni, és mindent, tehát itt a biztos. Ennél egészségesebb gyermekkort én nem képzelek el. Az én gyermekeimnek. Nem bírod elképzelni a városi életet? Na. Gyerekeknek se, családdal esetleg? Egyébként most már elindult. Én ma akkor feltűztem magamnak, hogy amikor... Ma úgy kezdtem gondolkozni erről, hogy házassak gyermek. Hogy nem városon akarok én. Tehát nem ott akarom én felnevelni gyermekeimet. Hát részben értem ezt, részben meg ugye nem tudom, tehát az én nekem... Van ennek hátránya is, de én a... Több előnyt látok ebben. Adj az Isten, hogy még legyen gyermek, és tudjak még sokáig tanítani, és
kapcsolnám, akkor úgyis megélünk. Valahogy. Ha az most már nem fogok többet, mit tudom, az még egy 5-6 év, mit tudom, 10 év legyen. Hogy még lesz itt gyermek. Sajnos. Valaki hiányzik-e? Nem. Hát tudom, nektek nem hiányzik senki. Nekem sem most jelenleg. De az osztályban valaki? Nem. Nem. Na jó. Akkor sokat nem kell írni valam, ugye? Tanultatok-e? Piaca ekonomika si sociala, ez meg volt. Pagina 113. 113-os oldal. Instituții de statului absolutist. Francis Cântâi. Până la... La. Supuse regelui. Vannak azok a vonalkák, ne van. 2, 4, 5. 5 darab. Igen, és az utolsó így, jó? Jó. Úgy. És következik a Roma putere locale și regionale. Tehát Roma helyi és regionális erő, úgy fordítsak le KB. Jó? Azt ott most egy kicsit magyarázok erről a lesz kérő, hogy tudjátok, hogy kik voltak ezek a rómaiak, jó? És mekkora erő szól az a lecke, ugye? Jó, annyit kell tudjatok, hogy a római birodalom, ez volt az egyik legnagyobb birodalom a földön. Tehát egyszer elkezdték egy kicsi ponton, aztán kezdtek terjeszkedni, ugye? Nem volt elég a hely nekik. Erre mi mit szoktunk csúlyogatni, amikor táncolunk? Kicsi nekem ez a... Kirúgom az oldalat, ugye? Na ők is kirúgták az oldalat. Jó, de erőst. Még a hals sem maradt meg. Jó, építettek nagyobbat. Kellett nekik nagyobb. Milyen országban van Róma? Olaszország. Itália. Itáliában, ugye? Ott van. Hogy néz ki a térképen Olaszország? Kumarata Itália peharta. Minden csizma, minden magas arkú csizma, ilyen hosszú szárú csizma, úgy néz ki, ugye? Nagyon jól össze volt szervezve ez a római katonaság, tehát a haderő. Annyira jók voltak, hogy tehát akkor nem volt ellenfelik. Majd mesélek később, hogy csak került egy ellenfelik, de aztán azokat is legyőzték. A többik ilyen kis miskalsok voltak, akkor mentek. Jöttek. Egy pufalég volt nekik, és kész. Filmek vannak ezekről. Hogy mondták nekik ezeket ez a katonai csoportokat, amiben... Légi... Erő. Igen, Lórika. Akkor légi erő volt. Igen.
mint a bőrmadar, érted? Voltak szarnyaik a katonáknak, és így repültek, felszálltak, és akkor jövő órán tanárba a csá magyaráz, hogy hogyan is van ez itt a dolgokkal, jó? Úgy, ahogy szoktuk, fele apa, fele visz. Jó, hogy értsük meg. Menjünk fel Magyar Aurora-ra. Ugye, hova mentek? Magyar Aurora-ra. Menjünk fel a csűrhöz. Magyar Aurora, ez a menjünk az iskolabusz, nem? Csak a Rander bácsi meg ne lássad. Halljunk B-térre. Menjünk elő. Jó, gyertek elő. Óvodások is jönnek. Igen. Előle sűrhet, mert nincs senki elmény. Radu, üljetek elmény. Ezekre a dolgokra, fellépésekre, magyarországi táv, ugye az, ami minden, az egy ilyen érdemtávú. Tehát az, aki megérdemli, azt elvigyük. És mi kell benne legyen? Viselkedése olyan legyen, hogy tanulja,
Siarja magyar óra arra, ugye? Ide. De vannak, akik nem járnak, ugye már. Vagy a szülők nem engedik, mondjuk hál' Istennek az csak ön. Két-három emberről van szó. Vagy nincs kedvük. Tehát mondtam, tehát az nem kötelező. Ez aki jö, aki szereti, az. Az jö, és amit látom, sokan szeretitek. Már gondolom nem a... Egy csokoládé és egy füzeté jöztök ide magyar órára. Na akkor örvendek. Maga meg van apásodva. Pisztára. Pisztára. Rendünk, édesanyám sok-sok puszit küld. Ugye elszomorodott, hogy nem tudott jönni. Nagyon izgalmas itt lenni újra Páván. Hát főleg azért izgulok, hát egyszer a kicsi leánkánkét, Anitáét, akit most ugye elindítottunk, aztán kiderül, hogy mi lesz, és nem akkor. Messze úgy sem mentünk, tudjuk, hogy hol van a haza, melyik hazas. Énekelünk ott. Már engem anyám megátkozom, mikor a világra hozom. Azt az átkót tette reám, amíg élek, legyen. Nincs, mert nem már nyitva adni a kigyóknak. Apreket felborítjuk. Úgy mondhatsz, ha ugye, hogy leírtam. Úgy leírtam, hogy érem, hogy tudom. Ki kaszalta le itt maga? Tessék? Ki kaszalta? Én leg. Meg. Maga kaszalta én. Le? Tegnap. Hát nincs, aki. No. Nincs, aki kaszalja. Ne. Mondta, hogy itt a borisok énekelték ide a vitaltai. És kimentem a zöldet. A tartainak jó ide le. Ide le? Gyurika tartai? Azaz. Zövé jó. És még volt, énekelték azt, hogy dombon van a sari néni haza, soha ne néki férhez adó lánya, soha ne néki fejér vetett agy legény takaró. Ez a kislány de kedvemre volt, szanom bánom, hogy még hazosodtam, s legénységem gyászba borítottam, s már én nékem nem szabad leadt szeretni, s nem szabad a büszke lányok után járni. Ezt is énekeltik. Tudtam egy pár vizét elő, de ezt nem... Úgy kezdődik, dombon van a Sari néni. Igen. Még van egy valamilyen benne az a... Ebben? Szabadod a jó. Aj, még.
szabad a madárnak agról agra szállni. Szabad a legénynek a lányokhoz járni, s oda szabad járni, s nem szabad ott halni, mert az édesanyja rá szokott vigyázni. Ez még benne van. Beléptetem, arjázzuk egy nekik. Na jó van, máma. Na egészséget. Egészséget, máma. Jó, jöttetek egy kicsit. Itt addig ülök egyedül, édes. Közben lejöhet maga is ezzel, fej. Tessék. Közben feljöhet maga is. Hát még fej, még, de nem. Tisztelfizess a tojást, amit a tenni. Hát jó, szívvel, mamma. Na már kifogytunk a tojásokból. Hát na, én viszem, és akkor... Még volt több, csak szombaton hátul nyitott a kórnéknek, és adtam tízet. Így akkor... Na, csak ennyi volt most. Nem, most már látta, a tyúkpajt ott van, de tyúkok nincsenek. Tyúkok nincsenek, csak pajtok. Nem tudtak ki a csülkék. Hát én sem tudtam csülkét venni. Édesanyád a tavaszra hozott magának, és akkor nekem, én is elfelejtkeztem, és nem hozott. Nekem is úgy kellett volna egy csülke. Jövőre. Így a kutya alá a béteg is kikotolja. Kibomolnak a csülkét. Nem. Szentítünk tanításából azt is tudjuk, hogy Isten a mi mennyei atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az ember, gyermekévé fogadja a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi. Kedves szülők, ti is azért hoztátok előszülött gyermeketeket az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos testének az egyháznak tagjává legyen. Krisztus egyházának nevében kérdezlek benneteket, mi a gyermek neve? Anna Regina. A gyermek védőszentje ki lesz? Szent Anna. Szent Anna. Mit kértek Isten egyházától Anna Regina számára? Kerességet. Kedves szülők, nektek, akik gyermeketek számára kerességet kéritek, kötelességtek lesz úgy nevelni őt, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait. Úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok ezt a kötelezettséget. Vállalj. Anna Regina, én téged megkeresztelek az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Szép nevet tettetek, Anna Regina, Vasszi Anna Regina. Köszönjük. Szép. Aj Isten adjon egészséget. Köszönjük. Nektek és nekik is. És ne felejtsétek a hűség, a tisztaság, megbecsülés lejön meg bennetek, és akkor. Igen, akkor a gyermekek is szeretetben növekedünk.
Úgy aruljak az idegeneknek, hogy hungarische Viagra. Hallod, ha most fokos lejje az a pal? Nem tudom, nem mérem. Nem úgy mérem. Egy magyar romano. Pista volt. Tudod, hogy mondjak, ezt ajándékba kaptam. Ajándék szesznek, ne nézd a fokat. Na is érdekli, mi? Anita, egy esőkabátot adjak-e? Nézd meg, ha hátul mi van. Az elsőnél, aztán a többi már jobban ment. És az a lényeg, hogy nyugodtan, tehát ne siessd el, azt a többi nap szabad. Vrencsán Anitát hallották, Kostelek csalogányát, Vaszi Levente tanító bácsi.
Csendesné Tóth Lilla segítettem. Felkérem Lezsák Sándort, a Magyar Országgyűlés alelnökét, hogy adja át a Lakiteleki Népfőiskola 500 ezer forintos különdíját, amelyet, és most figyelem, példaértékű pillanat következik, feleségével együtt személyes felajánlásként 1 millió forintra egészítettek ki. Aki pedig kapja... Vrencsák Anita! Sokáig nem bírtam itt. Én hamarhoz mentem. Te bírnád itt? Én nem bírnám. Mi? Hát itt akkora a fogalom. Otthon közelebb vagyunk az Istenhez. Ha? Fennebb vagyunk. Igen. És jobban látszik. Jobban látszik a kocsidag. Mondtad ott, hogy látod ott a kis göncölt, ugye? Igen. Közelnek. Igen. Itt olyan, hogy fű. Alig látszik valami. Mert mi a ködben volna minden ott. Még egy férfi is van az így. Na, Anita, menjünk el haza. Menj. Hideg kukorica földön együtt kapáltunk. S a sorok közt néha-néha megálltunk. Hegyet támaszkodtunk a kapákba, büszkén néztünk mű egymásra, s megálltunk. És azután esmén újra kapáltunk. Hegyet usó sorban letettük a kapákot, s ide oda menten, s megcsókoltam a szádot. Az arcodot es megcsókoltam, és azután nem tudom, mit csináltunk. Csak azt tudom, hogy többet nem kapáltunk. Az arcodot es megcsókoltam, és azután nem tudom, mit csináltunk. Csak azt tudom, hogy többet nem kapáltunk. Kész, vége!